Sok szeretettel köszöntöm az ige hirdető nézőit, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, aki a Vajdaságból érkezett hozzánk, Zsúnyi Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Tibor atya, egy különleges helyzet, hiszen magyarként ül itt velem szemben, de mégis egy másik országból érkezett. És azért ez nem egy szokványos dolog számunkra, itt anyaországbeliek számára. De örülünk, hogy itt van velünk Budapesten a stúdióban, és hogy egy délelőtti műsorfolyamot is végigvitt. Milyen volt a médiás szereplés? Mennyire megszokott dolog ez egy vajdasági pap életében? Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást, jó esik, meg jó esik, hogy gondolnak ránk. Hála Istennek, hogy az utóbbi évtizedben, most már vagy kettőben is, hogy a Mária Rádió jelen van, különösen is így a katolikus média jelen van a Vajdaságban. Én a Szabadka Egyházmegyét, tehát Bácskából származom, viszont az egész Vajdaság területén olyan most a helyzet, hogy a Mária Rádió, illetve a Bónum TV is a kábel TV-n keresztül követhető, tehát jó az ilyen szempontból a műsorcsomag. És hát olyan nekem természetes, mert minden kedden és csütörtökön akkor a Mária Rádió tőlünk közvetíti, a Szerbiai Rádió, az a Szent Miséket tőlünk közvetíti, illetve vasárnaponként néha akkor szoktam így a Szent Beszédet, prédikációt akkor még fölvenni, és akkor elküldeni nekik. Továbbá nagyon jó, hogy az Újvidéki TV-be, rádióba, illetve a Pannon TV-be, ami ott van nálunk, abban a médiában nagyon jól megjelenik az egyház, úgyhogy ez egy nagyon pozitív helyzetről tudok beszámolni ilyen szempontból. És ez az utóbbi éveknek a gyümölcse, vagy azért mióta van erre lehetőség? Én 11 éve vagyok pap, már akkor úgy volt, hogy a magától értetődő és természetes volt ebben. Nagyon sok atyának, papnak, média szakembernek a hozzáállása, magatartása kellett, hogy sikerüljön azt a régi kommunista helyzetet megváltoztatni, amiben 90-es évek előtt voltunk. Így viszont hála Istennek, hogy olyan természetessé vált az egyház jelenléte. Ez köszönhető persze a pravoszláv egyháznak, az ortodox egyháznak, a szerbnek, akik szinte napi jelleggel jelen vannak a médiában. És ez olyan, hát mint mellettük mi is mindig helyet kapunk, úgyhogy ilyen szempontból ez így, én azt gondolom, hogy rendben van nagyjából. Na, ezt örömmel hallom. De térjünk rá egy kicsit Tibor atyára rá, hogy honnan indult el, és honnan eredezteti a hivatását. Tehát milyen családban nőtt fel, és ezt ugye itt, igen, ez kicsit ilyen egzotikusnak hangzik néha, bár elég rossz a megfogalmazás szerintem, de hogy egy másik országban, Jugoszláviában megszületni, és azért most ez Szerbia, de mégis magyarként. Igen. Tehát én egy olyan családba születtem bele, ahol magyarok vagyunk, tehát nem is beszélünk rendesen más nyelvet, nem is beszéljük a szerbet rendesen. Egy katolikus családba születtem bele, egy régi vágású, egyházhű családból származom, ahol a felmenői mind a két részről régről az egyháznak a közösségéhez tartoztak. Temerinbe születtem, egy olyan közösségbe, ahol a hit, az egyházi élet az olyan magától értetődő volt, köszönve ez az ottani plébánosoknak, akik ezt az egyházközségben meg tudták gyökeresztetni, illetve azt hiszem, hogy a történelem viszonyai, amelyek áthaladtak ott fölöttünk, azok azzá hívővé tették az embert akarva akaratlanul, hiszen a sorscsapások Trianon, aztán a második világháború, aztán a délszláv háború mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy az ember másban már nem találta meg a nyugalmát, a békét, mint a Jóistenbe. És én egy olyan családból származom, ahol öten vagyunk testvérek, négy fiú és egy lány, és minden nap természetes volt, magától értetődő volt, hogy az esti lefekvés előtt közösen elimádkoztunk egy tized rózsafűzért. Persze ez gyerekként ez mindig, vagy legtöbbször ilyen nehézkesen működött, mert pont akkor imádkoztuk, amikor a Rex felegyelő ment, meg a nem tudom milyen műsor volt a tévébe, de anyuéknak a hozzáállása, édesapámnak is a hozzáállása egy olyan jó példát adott nekünk, hogy ezzel meggyökeresztették bennünk az egyházhoz való tartozásunkat, a hitünket.
És szabad volt egyébként a vallásgyakorlás? Mert azért a 80-as években ott azért még egy kicsit bizonytalan idők voltak, Magyarországon legalábbis. Igen. Ez egy érdekes dolog, mert nagyon összetett, és azt hiszem, hogy az embertől emberi, közösségtől közösségig változott ez a helyzet. Az én közösségemben egyszerű parasz családból származom, tehát nem volt sose olyan, hogy megbélyegeztek volna bennünket azzal, hogy miért vagyunk vallásos, miért vagyunk hívő emberek. Viszont van, és találkozok most is azzal, hogy például még 86-ban is, akkor, amikor házasságot kötöttek, akkor egy olyan állami helyen dolgozott a mennyasszony, ahonnét, amikor megtudták, hogy a templomba kötött házasságot, akkor mindjárt elbocsátották. Úgyhogy ez egy érdekes, egy nagyon összetett helyzet. Azt hiszem, hogy mindenki a maga keresztjét ilyen szempontból hordozta, és ennek megszenvedte, és ennek a rendszernek a viszontagságait. Ugyanakkor meg is edződött a hit. Azt láttam, hogy olyan nagyon szép példák is születtek ebből, mert tanúságtétel lett az embereknek az élete Krisztus mellett. Az egy kicsit furcsa, és hát ugye el lehetne ezen beszélgetni, hogy a szerb pravoszlávok, ők most kezdenek csak rádöbbenni arra, hogy ők vallásos hívő embereknek kellene, hogy legyenek. Ez előtte ez jár rájuk, annyira nem volt jellemző. Most nagyon szép példákat látunk már. Tehát akkorig Vajdaság az egy kicsit sziget volt mindig is. Igen, különösen is ez a bácskai rész. Bánátban valamikor németek voltak jobban többnyire. Bácska az mindig, mivel a kalocsai főegyházmegyéhez tartoztunk, ezért aztán, amikor létrejött a szabadkai egyházmegye, itt ott nálunk is németek, magyarok és a horvátok, illetve bunyevácokkal közösségben élünk, ruszinokkal, elég sok nemzetiségű, és ettől szép, meg ettől színes a közösségünk, amiben élünk. Mindenki a maga liturgiáját, a maga szépen berendezett és elrendezett templomában ünnepli a Jóistent, és ezt jó látni. Tehát van ebben egy nagyon szép színesség is, ami persze most a 21. században átalakulóban van, mert ez teljesen érthető ilyen szempontból. Ugyanakkor van egy olyan szép látvány annak, amikor bemegyünk egyes falukba, akkor mindjárt lehet látni, hogy hol vannak ruszinok, hol vannak szlovákok, hol vannak szerbek többségben, és hol vannak magyarok. A templom toronyra csak rá kell nézni, és mindjárt lehet látni. És akkor a családból egyenes út vezett a papsághoz? Egy mondjuk, ahol négy fiú van, ott azért valamiért a Jóisten kiválasztotta. Igen. Édesapám egy egyszerű földműves ember, aki nagyon szerette az egyházat, nagyon szerette Krisztust, ő elhunyt már, és neki volt egy ilyen szép példája, hogy nagyon szépen megélte a hitét, illetve a mi egyházközségünkben, ott 1990-ben, én 88-as születésű vagyok, és 90-ben elkezdtek építeni egy templomot, egy új templomot a Lurdi Szűzanya tiszteletére, most volt a búcsúja neki nemrég, és ahogy az a templom növekedett, pont akkor kezdődött el a délszláv háború, és én együtt növekedtem azzal a templommal. Mi nálunk voltak a kulcsok, amikor be kellett menni oda a templom területére is. Olyan természetes volt, hogy biciklivel, gyalog, akkor mindig mentünk és nyitottuk mi gyerekek a templom ajtaját, illetve a kapuját. És ahogy lassan emelkedtek a falak, hát én is így növekedtem vele, és 2000-ben szentölték fel ezt a templomot, amiben én azt láttam, hogy milyen jó összefogás van ott a népkörében. Ugye háború is volt, lehetetlen viszonyok, nagy válság, ugyanakkor összefogott az ottani magyarság, összefogott az ottani katolikusság, és fölépítették a templomot. És édesapa nagyon szerette volna, kezdetektől fogva, hogy valamelyik fia pap legyen. De hát ez nem úgy működik, hogy az ember úgy szeretné, hogy a gyermek a pap legyen, mert hát akit a Jóisten hív, azt aztán igent mond a hívásra. És amikor befejeztem az általános iskolát, rossz tanuló voltam, nagyon rossz tanuló voltam, ami azt illeti, nem a szorgalommal volt a baj, most a szorgalommal volt a baj, nem a tudással, inkább nem nagyon. Én szerettem a természetet, szerettem kint az állatokat is, meg szerettem nagyon kint játszani, meg nagyon szerettem olvasni másrészről, csak mindig mást olvastam, mint amit kellett volna. És akkor ez úgy megnehezítette a tanulmányaimnak a folytatását. Ugyanakkor mindig hálával gondolok azokra, akik, és itt a plébánosomat, Főtisztendő Szungyi László atyát megemlítem, aki
Hát aki látta, hogy van bennem valami, hogy de jó lenne, hogy elindulnák ezen az úton. És hányadik akkor gyermek volt egyébként? Én a harmadik fiú vagyok, igen, középső vagyok, kettő idősebb, kettő fiatalabb. És akkor egy alkalommal egy Szent Mise után említettem neki, hogy hát én úgy nézem, hogy nagyon nagy lehetőségeim nincsenek, Újvidékre majd beiratkozok ott középiskolába, mire így megemlítette, hogy mi lenne, hogyha a Szabadkai Püspöki Gimnáziumba iratkoznál be. És így mondtam neki, hát jó, de onnan én nem leszek pap. Szóval én nem azt mondtam, hogy pap leszek, csak próbáljuk meg, meglátod, hogy mi a helyzet. Én azt se tudtam akkor még konkrétan, mi az, hogy gimnázium, mert nekünk ez nem volt így a családban ennyire magától értetődő. És akkor beiratkoztam oda, és érdekes volt, mert ott az elejében horvát nyelven volt a tanítás, én meg a szerben nem voltam nagyon kibékülve, horvát-szerb nagyjából megérti egymást, illetve megérti egymást, és érdekes volt, hogy elindultam az iskolába, és azt láttam, hogy hát ez nekem nem fog menni, mert nagyon nehéz, nem értem azt, amit a tanárok mondanak. És az csodálom mindig, hogy a Jóistennek a jósága, vagy a nagysága így megmutatkozott ebbe, hogy te csak legyél ott, csináld, majd működni fog ez a dolog, és valóban így sikerült. Aztán már az első év vége felé, akkor már megtanultam a nyelvet, elsajátítottam, és aztán már, amikor befejeztem a gimit, akkor pedig Szegedre küldött a püspök atya, akkor még Pénzes János püspök úr. Tehát akkor ez így egyértelmű volt a 4 év alatt, vagy Pistájúr, hogy volt valami konkrét dolog, ami miatt akkor eldőlt, hogy igen, akkor én pap leszek? Nekem nagyon tetszett mindig az, hogy a plébánián, amikor bementem, akkor azt láttam, hogy rengeteg könyv van bent, ilyen régi könyvek, és én ezeket nagyon szerettem a könyvnek az illatát, a kinézetét, ezeket nagyon szerettem, és gondoltam, hogy a plébános ilyen okos ember lehet, hogy mindezt az összes könyvet elolvassa. És akkor mondta a plébános, hogy nem olvasta el ezeket, sőt, némelyeket ki sem nyitotta még, ami a régebbi könyv, és úgy azt láttam, hogy ezek a papok nagyon okos emberek. De hát én nem vagyok okos ember, így aztán nekem, hát én nem lehetek pap. Viszont ahogy megnyílt a gimnázium által a lehetőség ott a Paulinumba, püspöki gimnáziumba, azt láttam, hogy azt vettem észre, hogy hát sokkal nagyobb lehetőségek vannak, mint amit én el tudok képzelni. És egy alkalommal volt a harmadik osztályt fejeztük, és úrnapja volt, úgy volt, hogy akkor még ott voltunk az iskolába, és az úrnapi szentmise után, körmenet után volt még egy szentmise, valamilyen oknál fog volt az avilai Szent Teréz templomba, a katedrálisba, és én beültem, és ilyen, hát így elkezdtem gondolkodni azon, hogy most már itt van a negyedik, valamit kellene csinálni, hogyha befejezem, hogyha érettségizek. A tanulás jól ment akkor már nem volt ezzel baj, és úgy gondolkodtam azon, hogy hova vagy mivel, és akkor úgy magamban kértem, hogy én addig nem megyek ki a templomból, ameddig a Jóisten meg nem mondja nekem, hogy nekem mit kell tovább tanulnom. Ez egy kicsit ilyen furcsán hangzik, de na, én szeretek egy kicsit ilyen radikális lenni ebből a szempontból. És ahogy néztem az atyát, aki ott misézett, úgy csodálkoztam azon, hogy hát hogy milyen szépen misézik, milyen jó az, hogy ő ilyen szépen bemutatja ezt a Szent Mis áldozatot. Ilyen szempontból nem volt valami, különleg nem is voltunk sokan ott a templomba, és úgy hátul is ültem, és úgy elcsodálkoztam azon, hogy ez milyen jó ennek az embernek, ennek az atyának, hogy ilyen szépen tudja a liturgiát vezetni. És akkor úgy magamban úgy megszólalt az a lelkiismeretnek a hangja, Jóistennek a hangja, hogy de te mit keresel? Hát itt vagy, hát jó helyen vagy, miért kell neked kutatnod? És akkor jött ez a rádöbbenés, hogy hát igen, ez tényleg, hát én itt voltam egész végig, csak nem tudatosult bennem, hogy nekem jó helyen van itt. És akkor utána már ilyen egyenes út vezetett aztán Szegedre, teológiára. És azért mit jelentett áttelepülni Magyarországra, még ha csak a szomszédvárosba is? Hát ez azzal járt például, amikor bementünk a bankba, akkor nálunk ez nem volt, még most kezdik csak bevezetni, na sok helyen, az, hogy sorszámot húzunk. És akkor nekünk nálunk az olyan természetes, hogy a fogadóhoz oda megyek mindjárt a pulthoz, és akkor én elmondom, hogy nekem mi a nehézségem, és hogy bementünk a bankba, és így mindjárt odaálltunk, többen, akik voltunk ott, és akkor néznek ránk, hogy igen, hát de húzzanak sorszámot. És akkor ugye, hát jöttek a falusiak, megérkeztek. Ezek az első dolgok, amikkel találkoztunk, vagy az a rendszer, ami itt az anyaországban van, egy kicsit más volt.
Én nagyon hálás vagyok Fődi Szendő Kovács József rektor atyának, a Szegedi Szeminárium rektorának, Veréb László atyának, a spirituálisnak, akik akkora nagy megértéssel, olyan nagy szeretettel voltak ezen butaságok irányába. Tehát, hogy nem az volt, hogy jó, lekapták volna a fejünket, amikor valami ügyetlenséget csináltunk, hanem megmagyarázták. Én nem tudom, hogy honnan szedték azt a nagy türelmet, meg ezt a békét, de mindig csodálkozok azon, hogy hát, hogy hogy is mondjam, papot neveltek belőlünk, vagy... Mert akkor ezek szerint többen is jöttek akkor a Szabadkai Egyházmegyéből? Igen, igen, akkor jócskán voltunk az Egyházmegyéből, hát azt hiszem, hogy heten is voltunk akkor ott, jóval többen voltunk akkor a szemináriumban, és hogy mégis akkora nagy szeretettel fogadtak meg, ami nekem nagyon jó volt, voltak még Erdélyből velünk, ott a szemináriumban, tehát ők is ugye külhomból jöttek ilyen szempontból, nekik is sok minden idegen volt még. De azt hiszem, hogy az első, második hónap után már olyan természetessé vált az ottani jelenlét, meg a finom halászlés, stb. Tehát hogy Szegedet én nagyon megszerettem, mert olyan közvetlen, olyan egyszerű, nagyszerű, eléggé változatos egyetemi város, de ugyanakkor nem nagyon nagy város, és nagyon megszerettem ezt a közeget. És akkor mennyi ideig tartottak a Szegeden a szemináriumban? Tehát 5 évig voltam ott Szegeden, majd utána jött a diakonus szentölés, csak a diakonus szent... Az hol volt? Az Temerinben volt, ott ebbe az új templomba volt, mert úgy kértem, hogyha lehetett rá lehetőséget találni, hogy a püspök atya akkor lejött, és akkor azt kértem, hogyha lehetne akkor. Mivel nekem az olyan magától értetődő, hogy mondjam, gyerekkori szép emlék, meg úgy szeretek is visszajárni ebbe a templomba, és akkor ott volt a szülőfalumba, szülővárosomba, utána pedig a papszentelés az már Szabadkán volt 2013-ban, és az új mise szintén ott abban az új templomba volt. Az első, mink úgy hívjuk azt a részt, hogy telep, és azért én hát ilyen temerini telepi gyerek vagyok, onnan származok, és hát az első, aki abból a közegből származik. Akkor a szülei azért biztos nagyon büszkék voltak. Igen, egy érdekes eset, ezt elmesélem, mert az emberek tragédiákat élnek meg, akkor úgy vannak vele, hogy most akkor összedől a világ. Amikor én a Paulinumba, a gimnáziumba beiratkoztam, akkor édesapám a nagy örömében és a nagy boldogságában, ő tett egy ilyen fogadalmat a Jóistennek, hogy attól kezdve minden nap, tehát nem minden vasárnap, hanem minden nap elment a szentmisére. Nem lakunk közel ahhoz a templomhoz, ahol a szentmise van. Volt, ugyanakkor ő fogta az elképzelésével, a hozzáállásával ezt a magatartását képviselte, hogy mivel a fia erre az pályára indult, ezért aztán ő kiimádkozza, hogy pap is legyek, hogy meg egy jó pap legyek, szent életi pap legyek. És apu minden nap elment a szentmisére. Történt ez akkor is, amikor már a szemináriumban utána teológiára beiratkoztam, és 2007. decemberében akkor az első Rorate hajnali szentmisére, amikor elment, akkor ott a templomban rosszul lett, és ott meghalt. És ez olyan, abban a pillanatban nekem tragédia volt, hogy hát az ember elmegy a templomba, hát nem azért megy el, hogy meghalljon, meg hát én meg papnak készülök, hát de jó Istennek ez milyen útmutatása, vagy ez hogy működik. Ott van még a húgom, aki még gyermek, kislány, hát hogy fog ez működni. És addig akkor nem is láttam át ennek a helyzetnek a mélységét, később. Azt mondom, hogy azért kinek adatik meg, hogy templomba halljon meg. Most már így azt tudom mondani, hogy hát áldom a Jóistennek a gondviselését, hogy ilyen dolgot viselt velünk, tehát hogy csinált velünk, és akkor ő csak az első fél évet érte meg, hogy a teológiára elmentem, így aztán édesanyával és a testvéreimmel ünnepeltük az új misét ott a faluba. És akkor hogy tett a diakonus szentelés után az év? Akkor már Szegedre nem kellett visszamenni. Igen, akkor már nem kellett visszamenni. Akkor Topolyára kerültem a mostani püspökatyához, Fűztiszlendő Monsignor Fazekas Ferenc püspökatya mellé, káplánnak, több ízbe került, vagy diakonusnak, ahol nagyon jó volt vele együtt lenni.
most már így azt mondom, hogy megint csak a Jóistennek a gondviselése, hogy úgy helyre tette ezeket a dolgokat, és jó volt vele együtt lenni. Ugyanakkor már akkor is az egyházmegyében voltak hát nehézségek, mint mindegyik egyházmegyébe, és akkor a püspök atya így időről időre akkor elszólított, hogy akkor menjek máshova, akkor máshol teljesítettem szolgálatot. De érdekes volt, hogy háromszor mentem vissza Topolyára. Ez úgy, és a plébános mindig nagy szeretettel várt vissza, hogy de jó, hogy gyere, megint vissza, és úgy kezdjük ott tovább, most csináljuk a dolgot tovább. És ez olyan jó volt ezt úgy megélnem, hogy ilyen, hogy úgy hazamentem már oda. És akkor utána pedig már az új mise, és akkor így a káplán év. Hát káplánként én 2 hónapot voltam káplán, nem sokat, mert a szentelés után akkor mindjárt szintén Topolyára helyezett a püspök atya, viszont másfél hónap után akkor elkerültem Kopuszinára, Bácskertesre. Ez itt a Apatin és Zombor között a horvát-magyar szerb határ három szögében van. Egy nagyon érdekes kis faluról, kis közösségről van szó. Ott a plébános megbetegedett, és akkor mellé tett a püspök atya, az a plébános, a Vilmos atya, ő pedig nem sokára akkor meghalt, és hát akkor ott püspök atya ott hagyott, mint adminisztrátor előbb, utána pedig akkor már kinevezett plébánosnak, és akkor 5 évig ott voltam. Ez egyébként milyen volt? Tehát, hogy azért egy fiatalember készül a papi szolgálatra, és azért vannak elképzelései, hogy azért hogy lesz, még hogyha rá is bízza magát az engedelmességi fogadalomnak, meg a Jóistenre rábízza, hogy hogy alakul, de azért elindul káplánként, és 2 hónap után azt mondják neki, hogy akkor mostan máshol van rá szükség. Hát igen, nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést, mert ez tényleg így volt, hogy amikor a plébános ott elhunyt, úgy találtam rá, ez is egy érdekes eset, hogy átmentünk az októberi áltatosságra, és amikor már visszajöttem, akkor már halva találtam meg az atyát. Csak azért mesélem, hogyha mindegyikünknek az életében vannak ilyen élethelyzetek, most lehet, hogy nem ennyire durva, vagy ennyire furcsák, de hogy a Jóisten azért vezet mindegyikünket is, ad ilyen jeleket. És akkor az történt, hogy akkor a temetése megvolt a plébánosnak, a pasztorális tanácsot egy nagyon érdekes helyzet elé állította a püspök atyát. Ugye ezek egyszerű földműves emberek, legtöbbjük a gyümölcs termesztéssel foglalkozik, ilyen igazi szívós földműves emberek, és körbefogták a püspök atyát, hogy hát ők nagyon örülnek annak, hogy egy fiatal pap érkezett most ide a közösségbe, és ők nem hajlandóak lemondani rólam. Én messziről néztem, hogy mi lesz ebből, kicsit féltem tőle, hogy mert hát püspök simán mondhatta volna, hogy bocs, de más az elképzelésem, más az elgondolásom. De úgy láttam, hogy annyira körülvették ott ilyen markosabb emberek, hogy így nem mertem, mint ha nem merte volna azt mondani, hogy akkor elhelyezem a káplánatját. És akkor én is az elején úgy megvoltam ijedve, hogy ez hogy lesz. Mert nem tudtam, hogy egy közösséget hogyan kellene elvezetni, hogy is működik ez, hogy a plébániát hogy kell vezetni. Nem, tehát annyira, ugye elméletben tudja az ember, gyakorlatban azért egy kicsit másként működnek ott a dolgok. És én azt tapasztaltam, hogy az hívek részéről nagyon nagy befogadókészség volt, nagyon sok butaságot, rossz dolgot, amit úgy most már így visszatekintve rosszul csináltam, elnézték. Tehát, hogy így nem azt nézték, hogy most akkor mik azok a rosszak, hanem azt nézték, hogy mik azok, amik jók. És így belementek, és jó volt abban a közösségben együtt lenni velük, mert egy nagyon zárt közösség, egy ők palóccok. Érdekes ez a helyzet, hogy ők délvidéken. És délvidéken palóccok. Igen, Kopuszinán. És még büszkék is nagyon rá a tájszólásukra, a Szent Anna tiszteletükre, ezt nagyon talán is Szent Annára van tisztelve, és nagyon szépen is megélik a hitüket. Jó volt ott együtt lenni velük, aztán Zomborba tanítottam is a gimnáziumba, illetve a középiskolába egy ideig, nem sokáig. Tehát olyan, hogy mondjam, én úgy megtaláltam a helyemet ott abban a közösségben, úgy éreztem, hogy rendben van, meg helyén van a dolog. Elkezdtük ott a plébánia felújítását, a templom felújításába elkezdtünk valamennyire, és akkor utána jött 2019-ben a püspök atyának az újabb kérése, hogy
Hát az a helyzet, hogy Szent Tamáson előállt a helyzet, hogy a plébános most nem bírja tovább viselni. A Kupuszinát és Szilágyit azt összeköti az ottani plébániával, a két plébániát, és akkor ott egy plébános ellátja két helyet. Engem pedig elhelyezne Szent Tamásra egy nagyobb közösségbe, frekventáltabb helyen van, ott az autópálya mellett van, stb. Érdekes, az infrastruktúra nagyon jó a mostani közösségnek, és akkor így kerültem a Szent Tamásra most. És milyen, hát ez nem is most, azért lassan 5 éve lesz, igen, akkor, igen. Az érdekes volt, mert ugye 19 nyarán kerültem oda, ott a plébános régóta ott volt, már 1977 óta ott volt, és a 19-ig, illetve két tisztelendő nővér is ott volt vele, mi asszonyunkról nevezett bácskai iskola nővérek, két idősebb tagja. Ott a plébánián, és hát ők látták el, ők egy ilyen nagyon szimbiózisban éltek, és az hívek ezt meg is szokták meg, hogy az atya mindig otthon van, ez olyan természetes volt, mert már idősebb plébánosról volt szó, vagy van szó, a Szarvas Péter atya. És hát ő beleöregedett, tehát megöregedett, elmúlt az idő fölött, de szépen csinálta a dolgát, meg felújította, amit lehetett, meg úgy, na, én azt látom, hogy hát jó, mint minden közösségben vannak nehézségek, de nagy általánosságban is szépen tette a dolgát. És akkor, ahogy oda kerültem, akkor mindjárt a plébániát felújítottuk, nagyobb felújításon esett át, a hívek közösségét próbáltam egy kicsit átszervezni, megszervezni, hogy másként működjenek a dolgok, mint ami azelőtt volt, és aztán mindjárt bejött a Covid, tehát 20-ba, és az nagyon furcsa volt az a lezárás. Nekem nagyon érdekes volt, mert a templom és a plébánia között van egy, hát nem tudom, egy 10 méter, és én minden nap átmehettem az oltári szentség, mert kiárási tilalom volt, de hát annyit megtettem, hogy az az udvar, a plébánia udvara is, hogy átmehettem a templomba. És ezt az időt pedig imára használtam fel, meg arra, hogy digitalizáljak sok mindent. Így, mivel otthon voltam a plébánia, nem olvasni lehetett volna olvasni, tehát már annyit nem tudtam olvasni, hanem akkor így elkezdtem dolgokkal foglalkozni, ami a számítógépet illeti, és akkor ez így, úgy érzem, hogy jó, sikerült kihasználni, mind a mai napig azt annak a gyümölcsét élvezem, hogy a Covid ilyen szempontból az én számomra jó volt. De azért, aki egy nagy családban nő fel, ahol mindig történik valami, meg nagy a nyüzsgés, azért utána belecsöppen egy olyan helyzetbe, hogy jön egy Covid, és nem mehet sehova, és tök egyedül van. Azért ez biztos, hogy nem volt egy könnyű időszak, még ha így jól is hangzik, hogy mennyi mindenre fel lehet használni. Igen, hát most az igazság, most már ez elmúlt, meg most már ezt így még a szerb hatóságok erről nem vesznek tudomást úgyse. Tehát azért úgy volt, hogy a kerten köröztül mi összejártunk az emberekkel hátul, mert azt láttam, hogy ők nagyon örültek annak, hogy most van egy fiatalabb papjuk, és akivel lehet szót érteni, aki úgy van most ott, hogy mást képvisel valamit egy picit, mint amit az előző plébános. És akkor ilyen, hát mindig meg volt beszélve, hogy hol volt a találkozó, meg ilyen különböző úton, módon továbbá. Nekem érdekes volt a helyzet, mert az egyházmegye biztosított ilyen a kijárási tilalom alól felmentést, hogyha beteghez kellett volna menni, nem is értem ezt, de meg a temetéseket, hogyha meg kellett volna csinálni, és akkor így kimehettünk. És akkor volt egy papír mindig az autóba, amit vittem, hogyha megállítottak volna, mert tényleg nálunk ilyen teljes zárak voltak, hogy így sehova nem lehetett senkinek menni egész, tehát így nem tudom, pénteken már elkezdődött, és akkor egészen hétfőig. És ez olyan furcsa volt, de hát ugye az emberi leleményesség mindig megoldja ezeket a dolgokat, és hát így feloldottuk ezeket a helyzeteket. Ez azért az akkor sokat segíthetett. Nagyon hihetetlen, hogy mennyire jó megéltük ilyen szempontból, igen. Milyen ez a település egyébként? Mennyire magyarok lakják, vagy mennyire más nemzetiségűek? Igen, tehát a falu mindig is Szent Tamás nagyobb részben szerbek lakta közösség volt. Egy nagyon szép nagy szerb templomuk van, két tornyú templom, ami nem jellemző, meg ilyen bácskai stílusú templomuk van. A közösségben körülbelül olyan 6000-en vannak szerbek, illetve 2500-en vagyunk magyarok mi. A magyaroknak a szinte 99%-a katolikus, van egy pár, aki református, illetve evangélikus, de az elenyésző. A szerbek pedig, hát ők ortodoxok, pravoszlávok, így osztódik meg a közösség. Mi ketten vagyunk a káplán atyával, egy bunyevác, horvát fiatal atyával,
itt a püspök atya azért helyezett oda, hogy magyar nyelven tanuljon, és szépen is csinálja, meg ő az egyházmegye horvát fiataljainak a felelős, és így együtt tudunk dolgozni, mert egy nagyon jó lelki emberről van szó, és akkor hát így a közösség körülbelül így néz ki. Annyi, hogy van még, hozzánk tartozik most még Ókér, Zmájevó, illetve Kulpin, Kölpény, illetve Rávnoszeló, Sóvé. Ezek már kis faluk, amikben nem mindenhol van Szent Mise mindig, illetve most még Cservenka és Veprőd is, ezek a faluk is hozzánk tartoznak. Ez most egy átmenet, egy ilyen ideiglenes helyzet. Hát olyan érdekes, izgalmas ezeket megélni az esperes kerületbe, de én örülök annak, hogy pap vagyok, és hogy én boldog pap vagyok. És ezt így, nagyon jó ezt így megélni. Ezt szoktam hangsúlyozni, meg mindig mondom a híveknek is, hogy beszéljenek arról, hogy ők boldog. Ha nem boldog, akkor tegyél annak érdekében, vagy legyél boldog. És minden nehézség ellenére én nagyon örülök annak, hogy ezt a hivatás, ebben a hivatásban élek. Szóba kerültek a fiatalok. Mennyire jellemző a híveknek a korosztályában az, hogy fiatalok vannak jelen, vagy mennyire elidősödő a híveknek a része, meg egyáltalán mennyire jellemző Szerbiában is, hogy ott maradnak a fiatalok, boldogulnak a fiatalok magyarként, mert azért Magyarországon is jellemző, hogy elmennek külföldre, de azért hallani, hogy a szörnyező országokban azért csökken a magyaroknak az aránya. Igen. Szokták mondani, hogy a házasság krízisben van, meg krízist él meg, és nekem nagyon tetszik az, valaki mondta ezt egyszer, hogy nem a házasság van krízisben, hanem az ember van krízisben. Az emberi lét, hogy az emberi nem van, mintha azt látnám. És tehát a helyzet a következő. Vannak fiatalok, azt nem lehet mondani, hogy nincsenek, ugyanakkor, mivel Szent Tamás egy olyan közösség, ahonnét a fiatalok elmennek nagyobb iskolákba tanulni. Így aztán hétköznap mi abszolút nem találkozunk velük. Hétvégén, amikor hazajönnek, akkor meg úgy vannak, hogy de jó, hogy otthon vannak már, akkor meg azért nem találkozunk velük nagy részt. Van nagyon szép, vannak nagyon szép kezdeményezések. Az igaz, és ez sajnos, ez a tapasztalatom, hogy én amióta az eszemet tudom, amióta csak visszaemlékszek az évvégi háladó szentmisékre, én még egyszer se hallottam ez a 36 év alatt, vagy amióta most így már tudatosan vagyok ott a szentmiséken, hogy a plébánosok arról számoltak be, hogy több volt a keresztelő, mint a temetés. Ilyet én még nem hallottam. Ez fájó tapasztalat. Ami rosszul esik, meg sajnos, hogy ilyen ellenszélbe kell mennünk. Ugyanakkor én azt látom, hogy az emberi minőségben azért csak van változás. Mit értek ez alatt? Azt, hogy a olyan szép családi értékeket, családi helyzeteket látok, amikben azt mondom, hogy itt tényleg nagyon jelen van a Jóisten, itt intenzíven, különösen is jelen van. Mondom ezt úgy bátran, amikor azt mondom, hogy például mennyire jó az, hogy egy osztályba, mivel az iskolában is van hitoktatás, egy osztályba mindenki hitoktatásra jár. Azért ez ha nem kegyelem, amit most élünk, akkor nem tudom micsoda. Akkor lehet mondani azt, hogy rossz a világ, meg stb. De hogy mindenki a hittanra megy, még az is, aki nincs megkeresztelve, meg az is, aki esetleg pravoszláv ortodox szülőknek a gyermeke, de valamilyen oknál fogva a magyar iskolába járatják, vagy az evangélikus, vagy a református is oda jön hozzánk, katolikusokhoz, mert azt látja, hogy ott van közösség. És hogyha mi ezt tudjuk nyújtani nekik, akkor ők máskor is odafordulnak hozzánk, és oda jönnek hozzánk. Hát így valahogy éljük ez meg. Azt jelenti egyébként, hogy ott is az iskolában lehet, vagy adnak keretet az itt a hitoktatásnak? Igen, tehát minden héten, meg nekünk a plébánián is van, fontosnak tartom a gyerekekkel való találkozást, egy jó hitoktatónk van, és hála Istennek, hogy szépen működnek ezek a dolgok. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy olyan magától értetődő például az, hogy bemegyek az iskolába, hogy a tanáriba ott vagyok. Ez nem olyan nem idegen. És ez sikerült, nagyon jó az igazgatónőnk is, hála Istennek, akinek magyar, aki természetesnek veszi ezt a dolgot. És azért olyan jó ezt úgy megélni, hogy mondjam, otthon érzem magam, hogy bármelyik osztályba, ha bemegyek, akkor ott szeretettel fogadnak. Hogy nem az van, hogy na most akkor mit is kezdjünk az atyával, vagy hogy is legyen a helyzet. És ez nekem, ez miközben ugye nálunk nincsenek más iskolák, általános iskolák, csak állami iskolák vannak, tehát nincsenek egyházi iskolák.
De hogy ez az egyháznak a jelenléte magától értetődő az iskolákban. Uh-huh. És ez... Ez csak vidéken van így? Nem, vagy mindenhol. Tehát ez mindenhol magától értetődő. Az államnak köteles, illetve az iskolának kötelezően kell biztosítani a hittantanulást, hogyha nem tudom hány százalék a gyerekeknek ezt kívánja. Úgyhogy ilyen szempontból ezek vannak ilyen jó előre mozdulások. Ami nehézség, és amit említett is, hogy az nehéz sajnos, hogy nagyon sok fiatalunk elmegy. Ugyanakkor én azt látom például, nekem egy olyan pozitív tapasztalat volt most is egy fiatalt, akit még utoljára, nem tudom, hogy 6 éve láttam, fölhívott Messengeren, kikerült Németországba egy olyan helyre, ahol hát nem gyakorolhatja a hitét különböző okoknál fogva, és fölhívott, hogy ő a nagy bőjtöt, ő meg szeretné élni. És hogy is van ez, hogy ezt ő tanulta, csak már akkor még kicsi volt, amikor a szüleivel elment, és hogy ezt hogy lehetne úgy szépen, őnek ez nagyon fontos lenne. És úgy elcsodálkoztam rajta, hogy én milyen jó, hogy a technikán keresztül a lehetőség adott, csak élni kell vele. És én nem látom végletesnek, vagy ilyen végzetesnek a dolgot, nehézségek vannak. Igen, küszködni kell, csinálni kell, de hát aki követni akar, vegye fel keresztjét, úgy kövessen, és akkor működik a dolog. Persze, de azért nem mindegy, hogy milyen nehézségek vannak. Igen. De ez azt jelenti, azért mennyire jellemző tendencia, hogy azért van remény arra, hogy a fiatalok tovább építik ott, megélik magyarságukat, a katolikus magyarságukat vajdaságban hosszú távon? Az anyaországnak köszönhetően most is van rá lehetőség, hogy családok, házaspárok, fiatalok házhoz jussonak. Ez egy jó kezdeményezése az állam, a magyar államnak, az anyaországnak, amivel biztosítja azt, hogy a gyerekek azok ott maradnak majd akkor, vagy legalábbis a szülők biztosan ott maradnak, meg nagyon sok munkahelyet is megtartanak, illetve hoznak létre. Ugye a Vajdaság és önmagában Bácska is egy olyan része a Szerbiának, ahol azért minden adott annak érdekében, hogy az ember egy gazdag életet tudjon élni. Tehát a föld jó, vizek vannak, az utak jók, alakulnak, vagy hát na, próbáljuk, hogy jó legyen, vagy próbálják, hogy jó legyen. Tehát önmagában minden adott, persze mindjárt az jön, hogy akkor de kevés a pénz a megélhetéshez. Hát ez most olyan dolog, hogy kinek kevés. Nemrégen voltam kint Svédországban, és ott az ottani magyaroknál, és ők, amikor beszélgettünk, akkor ott némelyik családnál fölmerült, hogy atya, jó itt Svédországban, nagyon jó, szép a fizetés, stb. De Norvégiában, ott aztán milyen jó a fizetés. És akkor így nézek rájuk, hogy hát de hogy? Hát nem tudsz ennek is, hogy azt mondod, hogy na itt aztán jó. Ugye, hogy mi az, hogy elég, ez na, relatív. Ott se látom, hogy több gyerek lenne a családokban. Tehát, hogy nem biztos, hogy csak a pénznek a függvénye az, hogy az inkább az élet szeretete, Jóisten szeretete. Úgyhogy vannak szép kezdeményezések, meg azért alakul a dolog, csak azért valahol mindig észrevesszük azt is, hogy ránk magyarokra meg különösen jellemző ez a pesszimizmus, ez a mindennek vége, semminek semmi értelme, minden megy tönkre, és akkor ebből kihúzni az embert lehet, mert azért van remény, meg hát azért mi keresztények, Krisztus hívők, mi a remény emberei vagyunk, úgyhogy ilyen szempontból nincs veszve a dolog. De azért más azért, hogyha mondjuk egy olyan környezetben is kell ezt megélni, a hungaropesszimizmust, ugye, ahogy hívjuk, ahol azért más nemzetiségűek vesznek körül, akik nem biztos, hogy kedvelnek minket, mert azért ilyent mindig tapasztalunk a környező országok részéről, hogy ez Vajdaságban mennyire van jelen. Igen. Szoktuk mi mondani, hogy katolikusként mi kettős kisebbségben vagyunk, ugye egy az, hogy nem vagyunk ortodoxok, nem vagyunk szerbek, hanem magyarok és katolikusok. Most olyan példát fogok mondani, amiben viszont azt mondom, hogy követendő példa, azt hiszem minden nemzet számára a következő helyzet. Ott Szent Tamáson 1986-ban, 7-ben a szerb templomnak a tornya leégett. És az akkori plébános Szarvas Péter atya volt az első, aki nagyobb adománnyal megajándékozta a pravoszláv egyházat. És azóta, ez a gesztus óta, az ottani szerbek mindig nagyon nagy tisztelettel vannak a magyarok irányába.
Ehhez kellett az, hogy az atya abban a kommunista időben kilépjen az ő környezetéből, és elmenjen a szerbekhez, és azt mondja, hogy látom, most nektek nagyobb szükségetek van erre az összegre, erre a pénzre, és odaadta nekik. Ez egy kicsi gesztusnak tűnik, de az ő szemükbe, a szlávok szemébe az ilyen, hogyha elsőnek lépsz, azt egy örökre a szívébe zár. Ők egy olyan nemzet, egy olyan kultúrába élnek, amiben ezek nagyon fontos gesztusok. És hála Istennek én azt látom, hogy például a pravoszláv egyházzal most sok helyen nagyon szép az együttműködés. Két atya van ott, két szerb pópa van ott az egyházközségünk területén, akikkel nagyon szép együttműködést tudunk létrehozni. Nagyon szépen meg tudjuk egymásnak az ünnepeit ünnepelni. Tudunk úgy együtt lenni, hogy például amikor vannak vegyes házasságok, ez az élet hozza férj, feleség, egyik szerb, másik katolikus, és akkor amikor házasságot kötnek, vagy a gyermekeiket keresztelik, akkor nem csinál senki ebből problémát. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most akadályozom ebbe, ha ők jónak látják azt, hogy akár nálunk, akár náluk esküdjönek, akár nálunk keresztelkedjenek, akár náluk, akkor nem az az első, hogy akkor én elkezdem lebeszélni. Kereszteljék meg azt a gyermeket. Egy Isten hívő, nagy valószínűséggel, ez a lutri, ugye, hogy vagy megéli a hitét, vagy nem. De ha nincs, nem adjuk meg az első löketet se, akkor az már nehéz. Így aztán mindig próbáljuk kibekkülni ezeket a helyzeteket, és azt mondani, hogy működjünk együtt, adjunk jó példát az embereknek, és akkor amikor látják ezt a jó példát, akkor azt mondják, hogy hát így is lehet. Miről másról beszélnénk, miről másról tenne tanúságot a mi életünk, ha nem a krisztusi szeretetről. Egy kicsit más témára. Az egyházmegyében milyen a magyarok papságnak az aránya? Mennyire van utánpótlás? Fiatal papokból mondjuk mennyire jellemzőbb, hogy fiatal papok vannak? Ugye hallottuk, hogy Tibor atya is idős atyák helyére érkezett. Igen. Meg mindkét állomás helyére. Igen. Tehát úgy van, hogy az egyházmegye területén azt hiszem, hogy olyan, most pontos adatot nem tudok mondani, de azt hiszem, hogy olyan 77 magyar anyanyelvű pap van, és akkor körülbelül van olyan 30-valahány horvát, illetve bunyevác, meg szlovák, ezek közösen, tehát hogy akik nem magyar anyanyelvűek. Az egyházmegyének most azt hiszem, hogy 4 fiatal pap, tehát kispapja van, akik Szegeden, illetve a horvátok, ők Gyakovon vannak, és ott végzik a tanulmányaikat. Hát az igaz, hogy egy elöregedő papságnak a közösségében vagyunk. Én szoktam mondani, hogy paptestvérek. Én nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy paptestvérek, mert hát Krisztusban papként testvérek vagyunk. És ezt megélni, hogy igen, több helyen sajnos ilyen nehézségek keletkeznek. A kérdés az az, hogy mi a mi elképzelésünk, elgondolásunk, szükséges-e, hogy mindenhol legyen egy miséző pap, vagy pedig kiképezni embereket, mint az egyes egyházmegyékben látjuk itt Magyarországon, ez nagyon jó példa, akolitusokat, állandó diakónusokat, akik ott élnek abba a közösségbe, és onnét tudnak, ott abba a közösséget úgy tudják megszervezni. Aztán a plébános lehet, hogy vasárnaponként kijár a Szent Misét bemutatni. De a közösségi életet nem biztos, hogy szükségszerűen mindenhol a plébánosnak kellene megszerveznie. Ez már egyház struktúra, meg egyház politika, hogy ez hogy alakuljon ki a dolog. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ahol nincs helyben lakó plébános, és ez az egyik hívő mondta, amikor a plébános elhagyta a másik helyre költözött, akkor így fogalmazta meg, hogy atya még maga is elhagyja a süllyedő hajót. És az nem azt jelenti, hogy ott hagyta volna őket, hanem egyszerűen a hívő is megérezte, hogy hát de nincs több pap. Ezt bánátban emlegették még Húsvár László püspök atyának a hívek, hogy püspök atya, adjon nekünk papot. És akkor jön neki erre az volt a válasz, hogy adjatok ti nekem papot, akkor majd én adok papot. Tehát honnan a kisujjában nem tudja kihúzni, hogy legyen pap. Így, itt sokszor a hívek is tévedésben vannak, ez az én meglátásom, hogy tehát honnan, hogyha nincs egy hívő közösség, ahonnét egy imádkozó közösség, ahonnét pap származna, hivatás származna, akkor milyen jogon várom el én, hogy egy olyan közösségben legyen aktív lelkipásztor, ahonnét soha nem volt még
papi hivatás. Hát akkor talán meg kellene elégedni azzal, ami van. Csak ezt nagyon nehéz belátni, mert az embernek vannak igényei, elképzelései, és akkor itt sokszor csikorgósak a viszonyok egymás közt. Ami viszont nagyon jó, és aminek nagyon örülök, hogy az Egyházmegye papsága, legalábbis körülöttem, egy nagyon jó papi közösség van. És ez nekünk minden szerdán, ez is a Covid-nak a következménye, minden szerdán összejövünk egyes plébániákon. Fokolári mozgalom a mozgató rugója ennek, de nem csak ez miatt, hanem általában azért, hogy együtt legyünk. Összejövünk néha 12-en, 15-en papok, aktív papok legtöbbször, és akkor ott megosztjuk egymással az örömeinket, a bánatainkat, nehézségeinket, és ez megtartó tud lenni. És annyira örülök annak, hogy szinte sokszor várjuk már ezt a szerdát, hogy újra együtt tudjunk lenni a papi közösségben. És egyébként ez milyen korosztályú papi közösség? Tehát a környéken azért fiatalabbak, idősebbek, vagy tényleg így mennyire tudnak a fiatalok az idősebbek problémáival és viszont azonosulni? Hála Istennek, hogy az én tapasztalatom az, hogy azok a papok, akik, hogy ne sértsek meg senkit, valahogy így fogalmaznám meg, hogy akik tesznek aktívan a hívek közösségében, tevékenykednek aktívan a hívek közösségében, nem biztos, hogy jó lesz a megfogalmazás, azok imádságos papok, azoknak a mindenük a hivatásuk. És természetes az, hogy van közöttünk 75 éves pap is, meg van, akit nem olyan régen szentöltek pap is. De mink Krisztus szeretetében vagyunk együtt. Ez a szó, ez nem egy ilyen pufogtatás, hanem ez a valóság. Ezt aki nem éli, az nem tudja. Az azt mondja, hogy összejönnek beszélgetni. Nem, ott Krisztus van közöttünk, amikor ilyen alkalmakkor összejövünk. És ez nekem nagyon szép, hogy van az időstől, a fiatalig, mindenféle generáció, és hogy mindenki a maga nagyságával, nagyszerűségével, elakadásával ott van közöttünk. És ez ugye megerősítő tud lenni mindegyikünk számára. Van egy papi otthonunk, idős papi otthonunk Szabadkán, ahova azok az atyák vonulnak vissza, akik már aktívan nem tevékenykednek plébániákon, és azt így bátran nem merem mondani, hogy oda nagyon sokszor nagyon jó bemenni, mert ott jó bent a hangulat. Azok az atyáknak olyan tapasztalatok, olyan élettapasztalatok, olyan életbölcsességük van, hogy őket nagyon sokáig el lehetne hallgatni. Persze sokszor ismétlik ugyanazt, meg sokszor ugyanaz a téma, de hogy akkora szeretettel vannak, amikor meglátogatjuk őket, és annyira ők tudnak örülni annak, hogy ő hozzájuk most bementünk, és akkor most ott vagyunk, időt szánunk rájuk. De ez nekünk is jó lesne majd egyszer, hogy mi oda jutunk. Hát reméljük, ez még jó soká lesz. Úgyhogy Tibor atya, nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk és megismerhettük, és reméljük, hogy még sokat fogunk itt Budapesten is találkozni. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen nézőinknek is, hogy velünk voltak. Ma viszontlátást, a dicsértessék a Jézus Krisztus.